Réka, Marci, Böze, Andi, Gergő, Dani, Filip. Testvérei nevét sorolja a 7 éves Dávid. 8-an vannak édestestvérek, 4-en pedig féltestvéreik. A névsor Viktorral, Tiborral, Teodórával és Magdalénával teljes. Mindennapos a játék, a civakodás, na meg a munkamegosztás. Valamikor csak én meg anya pakolunk, de amikor anya rászól rájuk, akkor már mindenki pakol. De hát nem mindig tartsák be, amit kell. A konyhában vasárnapi ebéd készül. Az édesanyja Gabriella a család koordinátora. 5 kenyér, 6 liter tej, 3 kg hús. Hosszú a bevásárló lista naponta. Ezen kívül a család napi programtervének kialakítása is az anyuka feladata. Nehéznek nem is olyan nehéz. Néha párasztó, de nehéz most már, mindig nagyobbak, nehéz soron követni, hogy most neked ez a program, de hát arra van egy fizetés, akkor írjuk, hogy kinek, mit, hova. Vasárnap van együtt a család. A szép időben a teraszon ebédelnek. Ilyenkor a legnagyobb a csend. Az idősebbek segítenek a kisebbek etetésénél. Az édesanya sűrök forog. Az édesapától megtudtuk, sem az állam, sem az önkormányzat nem támogatja a családot. Tibor szerint, ha egyszerű körülmények között is, de mindenük megvan. Nem minden a finanszban van. Ugye nagyon sok szeretetet kap az ember, sok gyerektű, még sokat is bír anni, és az a szép benne az egészben. A családi költségvetés legnagyobb hányada élelmiszerre megy el. Az iskoláztatás is sok pénzbe kerül. A rokonok és a barátok ruhákkal, cipőkkel segítik őket. Minden hétköznapi akadályt közösen oldanak meg, mondják, és idén talán az első közös nyaralásra is sor kerülhet.